mesés karácsonyi ajándékokat már készítettünk, most mesés otthoni illusztrációkat hozott nekünk Szert Szabó Dorottya, animációs tervezőművész és illusztrátor. Szia! Úgy látom, hogy te az a művész vagy, aki mindenre is illusztrál valamit, mert van a bögréd, printjeid, nagyon sok könyved, hátizsákod. Hol kezdődött ez a dolog? Honnan indult? Hát mivel a végzettségem animációs tervezőművész, azért én például mindenképpen a mesék irányába indultam a pályám elején. Saját mesesorozatom még nem készült, de valahogy a gyerekeim születésével párhuzamosan belecsöppentem ezekbe a kicsiknek való világba, illetve a könyvillusztrálási lehetőségbe is, és ebből alakult ki, mondjuk úgy, hogy a közösségi oldalamon való sikeremnek az, hogy megtaláltam egy olyan együttműködő partnert, akivel tudtunk termékeket tervezni, úgyhogy ez most már saját útra kelt. De hát ez egy fantasztikus dolog, mert általában ugye az szokott lenni, hogy készül egy animációs film, és abból készülnek termékek. Igen. De az, hogy ti termékeket tudtok alkotni a te figuráidhoz, az egy egészen más irány, és nagyon klassz. Igen, próbálok egy kicsit így színesíteni a magyar palettán, tehát mindenképpen a hazai piacra készülök, úgyhogy ezért a hazánkban megtalálható madarakat szeretem megjeleníteni, meg azokat, ami minket körülvesz aránylag valóságszerű ábrázolási móddal. Hát valóságszerű, de közben meg annyira kedves minden. Tehát, hogy tényleg, hogyha egy kisgyerek meglát egy ilyen madarat, akkor azonnal vonzódik hozzá, mert hogy van benne még mindig egy kis meseszerű. Igen, én mindig szerettem az apró kis böngészőket, és azokat a dolgokat, ami által tanulhatok is. Úgyhogy mi is otthon a 2 és 4 éves kisfiammal ezeket szoktuk böngészni, meg nézegetni, ők is nagyon szeretik. És mi maga a kreációs folyamat, hogy mondjuk a gyerekekkel leültök, és akkor együtt mondjuk elkezdesz nekik mesélni, vagy rajzolsz nekik valamit, hogy szokott születni egy-egy ilyen új figura? Volt már, hogy egy helyzet ihletett meg, úgymond, hogy mondjuk veszekedtek, és azt is olyan aranyosnak gondoltam, és itt egyébként van nálam egy ilyen vázlatfüzet, amivel kísérletezgettek különböző technikákkal, és ez például, mint az én két kisfiam veszekedett volna, tehát így összeakadtak, tehát az egyik bele akart kötni a másikba, a másikat pedig megzavarta a játék közben. Tessük meg a kamerának, hát gyönyörű. Látja, igen, tehát azért ehhez kell egy lélek, meg egy látásmód, hogy az ember ezt lássa a gyerekeinek a veszekedésében, nem? Igen, igen. Én egészen más szoktam látni az én fia, jó, nekem nagyobbak, tehát ők máshogy veszekszenek már, de ennél kedvesebb veszekedést én még soha életemben nem láttam. Azért én is szoktam a hajamat tépni, de hogy próbálom mindig a kedvességgel meg a humorral feloldani magamnak is így. Esténként, ha véget ér egy nap, akkor átgondolni, és akkor úgy feldolgozni. De az a kislány voltál, nem? Kicsinek is, aki mindig rajzolt. Én igen. Neked az egész érzelmi igen. világod, most, ahogy így kezdelek egy kicsit megismerni, azt gondolom, hogy mindig a papíron jelent meg egy idő után. Igen, így van. Mi egyébként 5-en vagyunk lánytestvérek, és mindenki művészettel foglalkozik, és gyakorlatilag mindannyian ilyenek voltunk. Hogy... Szüleid is művészek? Részben igen. Uh-huh. Igen. De mindenképpen tőlük jön az, hogy ennyi anyagot megismerhettünk kiskorunkban, és lehetett pacsmagolni meg mindent kipróbálni. Mert ugye ez nem olyan egyszerű, mert az egy dolog, hogy te ilyen gyönyörű szépen festesz, de az, hogy ezt mondjuk ezt éppen mire csinálod, tehát hogy ez egy bögrére, vagy uh-huh. anyagra, meg minden, ahhoz is kell egy bizonyos szintű tudás, hogy mit lehet megcsinálni. Folyamatosan kísérletezek anyagokkal, tehát kerámia, vagy zománcos bögre, tehát mindenfélével, hogy mi az, amit szeretnek az emberek, mi az, amit elkészíthetek, amit tudok, én varrok, szóval minden. És van álomprojekted? Tehát van olyan, ami még, mert azért itt ez mind álomprojekt, én azt gondolom, igen. Tehát egy mesekönyvet illusztrálni, az már csodálatos érzés lehet, de hogy van-e valami olyasmi, amit úgy nagyon szeretnél, hogyha megvalósíthatnál? Nehéz kérdés, mert most is kicsit olyan, mint az álmaimban élnék teljesen, tehát hogy ennél nem szeretnék többet, nem vágyok többre. De ha lehetne, ez akkor... milyen jó és egészséges igen, hozzáállás, miközben elégedett azzal, amilyen van, és nem valamire vágyik a távoli jövőben. Nekem az a luxus, ha már abból élhetek, amit szeretek, és nem kell szomorkodnom, hogy milyen nehéz fölkelni, vagy bemenni egy munkahelyre. Talán az a hosszú távú álmom, hogy esetleg egy
tényleg egy vagy egy sorozatnyi animációs film szülessen egyszer az én látványvilágommal. Nem is muszáj, hogy én találjam ki a történetet, vagy én rendezzem, de hogy a látványvilágom megjelenjen mozgókép formában. Van már valamilyen animációs, bármilyen animációs tartalom, amit készítettél? Igen, vannak. Van egy showreelem is, a diplomamunkám is megtekinthető, azok kicsit más jellegűek, de igen, mindenképpen van. Az együttműködés, én azt akartam kérdezni, hogy történik a szerzőkkel? Tehát, hogy akkor megkapod a mesét, és akkor csinálsz egy pár vázlatot, és akkor azt átbeszélitek? Igen, így van. Van, aki már szándékosan engem keresett, szóval nem az, hogy van egy próbamunka, és akkor megversenyeztetik, hogy kinek alkalmasabb jobban a formavilága a szöveghez, hanem velem szeretnének dolgozni, és az a legjobb, mert akkor tudják, hogy nekem mi a világom, milyen formavilágban mozgok, és így kezdődik, igen, hogy a főszereplőket megtervezzük, megmutogatom, néha ruhákat cserélünk rajtuk, és akkor célba ér, hogy akkor ők legyenek. Gyönyörű, annyira tetszik a színhasználatod, tehát igen. Hogy igen, sokféleképpen lehet színeket használni, sokféleképpen lehet igen. Színes, de annyira jó ránézni. Igen, ez is az egyik kedvencem, ugye minden, ami természet vagy erdei téma, azokat nagyon szeretem, zöldeket, kékeket, lilákat, meg ez a pasztelvilág is igazából, ami közel áll hozzám. De jöhet bármi. És mondtad, hogy ugye a gyerekeid születésével egy kicsit belesodródtál ebbe a gyerekvilágba, de valójában változott neked a gyerekek érkezése által a képi világod, vagy az, hogy mit szeretnél megjeleníteni, vagy mindig is ez a kedves, nyugodt játékosság állt hozzád közel? Biztos, hogy változott szerintem, igazából úgy lettem önmagam, hogy megtapasztaltam ezt az érzést, hogy milyen akkor az volt. Dark metalos korszakodás? Igen. Tényleg? Volt, sőt. Beletaláltál? Abszolút, még mindig bennem van, úgyhogy szívesen tombolnék egy jó kis koncerten. Tehát, hogy bennem van, igen, a népzene, rock, ilyen, abszolút. A férjem egyébként blues zenész, úgyhogy megvan ez a vonal. Igen. Úgyhogy igen, tehát lenyugodtam egy kicsit így a gyerekekkel, és az a kedvesség, meg az a szeretet, amit irántuk érzek, valahogy ezt próbálom átültetni, hogy másoknak is jó legyen ránézni, vagy nyugalmat árasszon, vagy tetszen nekik. Még annyit mondjál el akkor nekünk részt, hogy mi mindenféle dolgot tervezem. Látjuk, hogy és van ezeket bőgre. Hol lehet megtalálni? Igen, és hol lehet megtalálni. Ja, igen. Fehér Lólánya a művész nevem, és így vagyok megtalálható Instagramon például, ott szoktak az emberek kommunikálni velem, és ott látható néhány mozgókép is tőlem, illetve a legtöbb illusztrációm és képem. Na jó, hát ezeket biztos, hogy meg fogjuk keresni, mert az én gyerekeim ugyan már túl nagyok ezekhez az illusztrációkhoz, de hogy annyi kedvesség és mosolyárad ebből a pár képből, igen, hogy... Maguk ezek a printek, igen, is, én néztem az oldaladat, olyan szépek. Köszönöm. És olyan dekoratívak, tehát hogy ezt akár egy, igen, nem gyerekszobában, igen, is el tudom, igen, őket, igen, képzelni, nagyon-nagyon szépek, úgyhogy, igen, gratulálunk. Köszönöm. Hozzá, és csak így tovább. Szépen.